A görögdinnyét ugyan hivatalosan zöldségként tartják számon, íze és zamata miatt a legtöbben mégis gyümölcsként ismerik. A nyári szezon legkedveltebb hűsítő csemegéje, a magyarok évente átlagosan 12 kg-ot fogyasztanak belőle. Szakértők szerint az elhúzódó melegebb időjárás miatt ez az átlag idén akár 2 kg-mal is emelkedhet. A júliusi forróság általában jót tesz a dinnye kései érésének, ezúttal is jó termés van kilátásban, a betakarítást azonban megnehezítheti a tikkasztó meleg. Termesztési szempontból a hosszantartó hőség periódusok azonban okozhatnak problémát, úgymond összetolják a dinnye érését, hiába a termesztő az év tervezésekor szakaszos betakarításban gondolkodik, ebből az időjárás bele tud szólni, tehát ebből a szempontból viszont nem szerencsés. Egy ilyen érdekes szembenállás van a két dolog között, de mi azért bízunk abban, hogy a fogyasztók szempontjából az időjárás úgy alakul, hogy lesz kedve a magyar vásárlóknak dinnyét vásárolni egy nagyobb mennyiségben, és hát az időjárásnak nem lesz negatív hatása az idei betakarításra. A Fruitweb ügyvezető igazgatója hozzátette, a termelők nincsenek könnyű helyzetben, a görögdínya termesztése ugyanis egyre költségesebb. Többek között emiatt is voltak olyan gazdálkodók, akik vagy abba hagyták a tevékenységet, vagy más növénykultúrát részesítettek előnyben. Ez ahhoz vezetett, hogy a tavalyihoz képest is tovább csökkent a görögdínya termőterülete. Tavaly egy olyan 3800-3900 hektár körül lehetett, az idei évben 3500-3600 hektár körül van a görögdínya termőterülete Magyarországon. Ennek az oka ez több dologhoz is köthető. Egyrészt a kisebb termelők a piaci sikertelenségek okán komolyan elgondolkodnak azon, hogy beletegyék a tőkét és a munkát valamibe, amiből nem biztos, hogy jól fognak tudni kiszállni. Tehát egy koncentráció zajlik a piacon, az látszik. A kisebb termelők hagyják abba a termesztést, és a bizonyos üzemméret fölött azért bővítés is elképzelhető. A hazai görögdínya ára tavaly emelkedett meg drasztikusabban, és úgy tűnik, idén sem lehet olcsóbban hozzájutni. A várakozások szerint a kilogrammonkénti ára tartósan 300 forint felett maradhat, az egyes áruházak és piacok árai között azonban 50-60 forintos különbség is kialakulhat.